13 éve született meg a roma nemzetiségi önkormányzatok és a paksi rendőrkapitányság között egy együttműködési szándéknyilatkozat. A felek akkor vállalták, hogy évente értékelik a közös munkát, és górcső alá veszik az addig elért eredményeket. A napokban a rendőrkapitányságon találkoztak az önkormányzatok és a rendőrség képviselői. Elsősorban ezeknek az együttműködési megállapodásnak a fő lényegi tartalma a kapcsolatfelvétel, a kapcsolattartás és a speciális életvitelből következő esetleges jogsértésekre való reagálás, vagy az ilyen helyzetben áldozattá váló személyek segítése. Dr. Kuti István kiemelte, hogy a kezdetek óta a párbeszéd elindítása, fenntartása és bővítése a feladatuk. A paksi rendőrkapitányság vezetője hozzátette azt is, hogy bár statisztikailag nem kimutatható, évről évre jobb eredményekről tudnak beszámolni. Roma vagy kisebbségi családok sérelmére bűncselekményt az elmúlt időszakban nem követtek el, és markánsan nem emelkedett, sőt jelentősen csökkent, inkább úgy mondom, bár nyilvántartást nem vezetünk és nem vezethetünk, de a nyilatkozatok alapján kevesebb volt a bűnelkövetők száma is. Az együttműködési megállapodáshoz bármely település kisebbségi önkormányzata csatlakozhat. Dunaföldvár már régóta tag, Bölcske idén írta alá a szándéknyilatkozatot. Tavaly hallottam én a paksi romáktól, hogy létezik ez, és akkor most kaptunk egy ilyen meghívót, és így jutottam ide. Remélem, hogy jobb lesz a bűnmegelőzés. Készség áll a rendőrségre, akár a családok részére is, és hogyha kell, este, reggel szívesen elmegyek és segítek, akár a roma családok részéről, akár a rendőrség részéről, hogy visszaszoruljon akár a bűncselekmény, vagy a családok részéről a sérelem, vagy a sértettekről a sérelem. A paksi rendőrkapitányság igény szerint bűn és baleset megelőzési programjaikkal vesznek részt a kisebbségi önkormányzatok közösségi rendezvényein, valamint roma napokon is tartanak előadást és kivonulnak akár bűnügyi és rendészeti eszközökkel is.